bűneseinktől és a bűnök homályától elválasztva. A kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja
Elmélkedjünk azon, miképpen tette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent fiát megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve vezessen el minket az örök életre, ő, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Fújjátok el a gyertyát, és foglaljuk a kenyeret. Olvasmány Mózes első könyvéből. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. Isten így szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állat felett, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten: íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok. Úgy is történt, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ez az Isten igéje. Istennek legyen segíts megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztust, ami húsvéti bárányunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak.
Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, és akkor majd megmutatom a dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, s az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, s az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek. Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez. Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiokon véghez vitt. A népet félelem töltött el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk,
mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot, választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent Lecke Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte életmódjával és tetteivel. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt, melyet ontottak az országban, és a bálványok miatt, amelyekkel tisztátalanná tették azt. Szétszórattam őket a népek közé, és szételesztettem az országokba. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahova kerültek, megszentségtelenítették szent nevemet, hiszen azt mondják róluk, ez az Úr népe, az ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre, amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között, ahova került. Ezért mondd meg Izrael házának, ezt mondja az Úr, az Isten, nem miattatok teszem ezt Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, amelyek közé kerültetek. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mondja az Úr, az Isten, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihoztalak titeket a népek közül, összegyűjtöttelek minden országból, és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, és hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, és minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, és az én népem lesztek, én meg a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Tekints kegyesen az egész egyház szent közösségére,
és örök végzésed szerint vezesd el biztos kézzel az üdvösségre. Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, hogy a megvetett magasra kerül, az elavult megújul, és egészen tökéletes épül Krisztusban, aki mindennek kezdete, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk,
az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert a halálának hasonlóságában egyben ültünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkora meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. A hét első napján
Kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsúttak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad. Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária, s néhány más velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott, benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament. Ezek az evangélium igéi. Szombatesti ünnepi szertartásunknak a különböző imádságos részeiben számtalanszor felcsendül az éjszaka szavunk, és nagyon ritka mindezek ellenére a papok leterheltsége miatt sok helyen szolgálnak, hogy valóban az éj beálltakor kezdik el a húsvéti feltámadás ünnepét, hiszen Húsvét vasárnap hajnalban támad fel Krisztus. Olyan hálás vagyok, hogy itt vagytok, és olyan hálás vagyok, hogy ez az első teljes papi húsvétomat így az éj beállt, akkor kezdhetjük Isten dicséretére. Az elmúlt két napban, nagy csütörtökön és nagy pénteken egy-egy mottót választottam az elmélkedésemhez. Most a nagy csütörtökön ez az vezér gondolat volt, becsüld meg azt, amit van, aztán nagy pénteken ne becsüld alá a lelki sérüléseidet, a fájdalmaidat, és a mai napon, nagy szombaton, húsvét vigíliáján az a jelmondat született meg a szívemben, hogy ne félj vágyakozni. Ne félj meglátni azt, ami hiányzik az életedből. Olyan sokszor, vagy azért, mert így nőttünk fel, vagy a szent alázatosság nevében azt mondjuk, hogy jaj, hát mindegy, nekem ez nem jár, megelégszek én ennyivel. De miért mondjuk ezt? Miért elégszünk meg annyival, amennyivel? Miért nem merünk nagyot álmodni? Miért nem merünk mélyen vágyakozni? Jogunk van áll ezt tenni, hiszen Krisztus megtette. Jézus Krisztus mert nagyot álmodni. Nem kell elmenni messzire a korunktól, csak belegondolunk abba, hogy a ma világunkban lenne az Úr Jézus itt, nem tudom, Dunaharasztiba, rittyentene néhány csodát, meg feltámasztana ezt-azt,
Biztos ezek ellenére itt is lennének olyanok, akik sült bolondnak néznék, akik azt mondanák, hogy ez nem Istentől való ez, amit tesz. Vagy azért, mert irigyek lennének, vagy azért, mert azt gondolnák, hogy ők képviselik a nagy igazságot, ahogy Hodász András atya az egyik riportjában azt mondja, akik Jézus keresztre feszítették, azok azt gondolták, hogy az igazságot képviselik, akik megölték Krisztust. De Jézus mindazok ellenére, hogy voltak, akik sült bolondnak nézték, azt mondták, hogy ördöge van, mindazok ellenére beleállt az Isten akaratába, beleállt a nagybetűs életbe, és mert elindulni. Olyan szépen felcsendül nagy csütörtökön a passióban Jézusnak a szava, vágyva vágytam rá, hogy elköltsem veletek a húsvéti vacsorát. Krisztus vágyakozik, ahogy szoktam sokszor mondani veszőparipaként, vágyakozik rám az Isten. Pont erre. Milyen rossz ízlése van, ugye? De vágyakozik rád. Mindannyiunkra vágyik az Isten. És ahhoz, hogy ezt megtapasztalja az ember, meg kell tapasztalnia a vágyakozás ajándékát. Ezek a szerencsétlen fiataljaim, nem ezek ketten, hanem úgy amblok mindenki, akinek éppen nincsen, nem tudom, szerelme, annyira mondja, hogy annyira vágyik rá, hogy legyen már egy barátnője, vagy legyen egy barátja. Miért ne vágyhatna rá? Miért ne merhetne nagyot álmodni? Jó, nem egy Pamela Andersonnak kell kezdeni, ugye? De miért ne lehetne nagyot álmodni? Vágyom rá. Igenis vágy. Miért ne lehetne a munkádban, munkádról gondolkodni, és akár kimondani azt, hogy komám, ez a munka, hiába vagyok itt már 10 éve, de nem ad semmiféle töltetet. Már nem kihívás. Miért ne lehetne vágyni egy új munkára? Miért ne lehetne vágyni új kihívásokra? Miért ne lehetne vágyni arra, hogy fejlődjél? Fejlődj csak egy picit abból a helyzetből, amiben vagy. Miért ne lehetne vágyni arra, hogy a házasságom újra olyan tüzes legyen, mint amikor éppen összetalálkoztunk és összekacsintottunk először. Miért ne lehetne ez? Láttam a TikTokon a reklám helyen, láttam, hogy egy ilyen kis videót egy hölgy a férjének viszi a vacsorát, és azon odaírva, hogy a megismerkedésünk táján, a kapcsolatunk elején. És hát szépen ugye viszi neki a finomságot olyan ízlésesen kidekorálva. És a következő kép az, hogy 20 év múlva az visz egy kenyeret, az így elé dobja az asztalra, hogy ne egyél. Miért ne lehetne úgy? Miért ne vágyhatnék erre? Ha gáz a suli, mert minden talán ellened van, és nehéz, miért ne lehetne vágyni arra, hogy élvezzem az iskolát? Krisztus erre hív meg minket. Merjünk vágyni. Ha Jézus nem vágyott volna semmire, keresztbe vágta volna a kezét, lekoccant volna Mária Magdolnával, azt éldegéltek volna boldogan, amíg meg nem halna. Mondhatjuk ezt. De Jézus mert áldozatot hozni. Jézus mert elindulni. És Jézus merte megálmodni az atya álmát, hogy igenis az életét adta itt azért, hogy nekünk életünk legyen. És a vágyainkért nem kellene áldozatot hoznunk. Hát hogy a fészkes figyfenébe ne kellene hozni? De az áldozat hozatalunk után ott van a megérdemelt ajándék, a vágyba vágyó cél. Én arra hívlak meg benneteket tehát ezen a szent éjszakán, hogy merjünk nagyot álmodni. Abban az élethelyzetben épp amiben vagyok. Küzdelmekkel, nehézségekkel, persze örömökkel, sikerekkel. Ki vagyok én most? Ebből a helyzetből merni nagyot álmodni. Ezek a szerencsétlen Ádám és Éva itt az őszülők elbukták. De meg tudtak talpra állni. És Krisztus kellett ahhoz, hogy az ő vágyuk, az Istenben való részesedés, az Isten életbe beteljen.
Ezek a szerencsétlen zsidók annyit kínlódtak, halljuk Egyiptomban is. Nehéz volt, de mertek vágni. És ahogy elkezdett vágni a nép, Isten küldött egy ember, Mózest, aki kivezette és elvezette őket az ígéret földjére. Mindannyiunknak vannak ígéret földjei még, nagyon sok kiaknázatlan lehetőség az életünkben. És ne keressük az élőt a halottak között, ne keseregjünk, ne kínlódjuk, hogy itt van a háború, meg amúgy is beteg vagyok, meg amúgy is nincs kedvem, meg amúgy is hülye a férjem, amúgy is kibírhatatlan az asszony. Látjátok, az apostolok is milyen huncut férfiak voltak. Az asszonyok elmondták, hogy Jézus feltámadt, leírja az evangéliumos, hogy üres fecsegésnek tartották. Jó, van, beszéljenek az asszonynék, meg ugye úgy se hiszük el nekik. De az asszonyok akkor se hagyták magukat, és ők voltak az első tanulni a feltámadásnak. Mindannyian álljatok most fel! Kedves testvéreim! A húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjuk az életünkkel. Ezért a nagybőgy 40 szent napjának megtartása után újítsuk meg most keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszent egyházban Istennek szolgálunk. Ezért kérdezlek tehát mindannyiótokat. Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn soha nem uralkodjék rajtatok? Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek a Szentlélekben, a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben. A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsájtotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Most imádkozzunk testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg minket. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, Zsolt püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg! Szüntesd meg, Urunk,
a háborúskodást a világon, és adj igazságot minden népnek. Add, Urunk, hogy merjünk nagyot álmodni a Te kegyelmeddől, és vágyaink beteljesedjenek általad. Most csendben saját kéréseinket terjesszük Jézus elé. A boldogságos Szűz Mária béke királynőjének közbenjárására hallgass meg minket, Urunk! Mennyei Atyánk, Szent Fiat föltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így ekkor eljussunk Fiat dicsőségébe, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Thank you.
áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, tudunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvét misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk és eljussunk az örök életre. Krisztus, a mi Urunk áldjon. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát kérdezünk, Urunk, és hitre vagyunk felállásra, ami mire nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden tudunk egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Zsolt püspökünkkel, Lajos segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, azokról, akik a háborúban ontják vérüket, a betegségben elhunytakról, a mi elhunyt szeretteinkről, papjainkról, azokról, akikről már a földön senki sem emlékezik meg, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, béke királynőjével, Szent Józseffel az ő egyesével, Szent Imre herceggel, magyar szentjeinkkel, védőszentjeinkkel és őrző angyalainkkal, a szent apostolokkal és minden más szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tiszteletért dicsőség, mindörökkön örökké. Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Szándékod szerint békében is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szépül egymással.
bárányok. Ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, jöjjön engem az örök életbe. Thank you.
neked feltámadott Jézus, hogy találkozhatunk veled az oltári szentségben. Köszönjük, hogy merhetünk álmodni, és azokat az álmokat, amelyek a te terveid szerint történnek, be is teljesíted. Segítsd a jelenlévőket ezen a szent éjszakán, hogy az életük minden egyes napján terveik a te akaratod szerint tudjanak valóra válni, saját magukat tudják megerősíteni, megbecsülni a te kegyelmedből ezáltal azokat, akik körülöttük vannak. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, árad szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akik húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassz egyé atyai jóságot, Krisztus, ami Urunk áleta. Az ünnepi szentmisénk végéhez érünk. Most majd itt a záró szavak után következik a feltámadási szertartás. Egy szép mozzanattal a Szentségi Jézussal, majd a Szentségi Jézus áldásával térünk haza otthonainkba. Nagyon nagy szeretettel köszönöm nektek, hogy itt voltatok és együtt ünnepelhettünk, különlegessé téve valóban mindannyiunk számára ezt az éjszakát. Egy óriási nagy köszönömöt szeretnék most mondani, hogy holnap el ne feledjük, a szolgálattevőinknek, akik ilyenkor ugyanazt az életét most élik húsvétkor, mint mi, hiába van családjuk és hiába van egyéb elfoglaltságuk. Nagyon köszönöm nekik, hogy a templomokat előkészítették, a szertartásokat. Így köszönöm a kántor úrnak, akinek a mai napon ez már a harmadik feltámadása. Jézus háromszor feltámadt, ő meg fog halni, lehet itt a mise után. Uram, te feltámadtál, én meg belehalok. De nagyon köszönöm, hogy itt van velünk, azért tudtunk így 10 órakor ünnepelni, mert bevállalta, hogy a Taksonyi és a nagytemplomi ünnepi szentmise után velünk van, hála a szolgálat készségéért. Köszönöm Bélának és Julikának a segítségét, hogy itt voltak és szépé tették a templomot, és takarították is a Szent Sírt. Csodálatosan kitaláltuk, remek ötlet volt, hogy hol helyezzük el. Nagyon köszönöm Irénkének, aki itt van, ő a nagy templomnak az új sekrestése. Itt van a lányával, ő is olyan elvetemült, hogy már a második feltámadási misére jött el. Ilyen vad munkatársaink vannak, köszönöm a kitartását, köszönöm Katusnak és a családjának Taksonyba, és köszönöm azoknak, akik Szentsét látogattak, bármit segítettek nekünk. Talán Jézus nem haragszik meg, hogy megtapsoljuk őket. Nagyon köszönjük nektek, és köszönöm itt a srácoknak, hogy a Szent Három napba elviseltek. Mostában nincs mindig olyan jó kedvem, de bírják a kiképzést, és nagyon vigyáztak rám, és csodaszép volt a liturgia. Köszönöm Wagner Attilának, aki eljött, és csodaszép képeket készít, és köszönöm Herceg Tamásnak, a Kis Duna munkatársainak, a Herceg Médiának, hogy itt is és a nagy templomba is szolgálatot teljesítettek. Legyen áldott szent ez az éjszakánk, ha hazamentek, akkor egyetek sonkát, meg minden jót, ígyatok bort is, ünnepeljétek meg Krisztus feltámadását, és holnap várunk benneteket 9:30-kor a szentmisére, az ételszentelésre. Így, aki tud, most hajtson térdet, aki nem, álljon fel, így fogadjuk a közénk jövő Krisztust.
békesség veletek, halleluja!